Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy fájkezelő, egy kétpanelos fájmenedzserrel fogunk megismerkedni. Az ő neve természetesen az, ahogy a kiírásban is látni, Krusader. Ez nem egy megszokott a felülettel, az ablakkezelővel, a te általad használt asztali környezettel érkező eszköz, egy kicsit más. Sokkal többet tud véleményem szerint, mint egy alapfájkezelő, nagyon hasonlít, nem teljesen olyan, de nagyon hasonlít a Total Commanderhez. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy hát éppen most állt át Windowsról Linuxra, annak ez érdekes lehet, nem teljesen ugyanaz, tehát nem is volt az a cél, hogy ugyanaz legyen, de az F5, F6, F8, F9 gombok, azok itt finoman fognak nála működni, mert úgy van beállítva, hogy ez a környezet, azaz aki a Total Commanderről tért át, az a környezet bizony ismerős legyen neki. Kétpanelos nagyon sokat tud, erre nagyon figyelj, nem csak el-vissza másolgatok a két panel között, húzom, vagy linket csinálok, vagy egyszerűbb, ismertebb tömörítvényeket ki tudok vele bontani, nem csak ennyit tud, ennél azért fejlettebb. Alaphasználatnál nem lesz neked problémát, hiszen mindenki van írva, egyszerűen átláthatóan, és jól összeszedetten működik. Ami nekem nagyon tetszik, azon kívül, hogy rengeteg mindent tud alapból, kiegészítőket is tudsz hozzá installálni. Ha az interneten rákeresel, vagy ezen a linken megnézegeted a kiegészítőket, hát vannak benne érdekesek, kevésbé érdekesek, régebbi, újabb, esetleg működő vagy nem működő kiegészítők, de ezeket a kiegészítőket, ami téged érdekel, töltsd le és nézd bele. Megmondom miért. Mert ez a rendszer, tehát a Krusader nevű eszköz szépen skriptesíthető, és van egy picike kis kiegészítő része, nem túl fejlett, nehogy azt higgyétek, hogy valami iszonyat nagy programozási tudás kell hozzá, de egy egyszerűbb kiegészítő része, amivel te egy kis szkriptszerűségeket össze tudsz rakosgatni, oké, nem annyira, mint a Space FM-nél, de össze tudsz rakosgatni szkripteket, amivel megkönnyíted a munkádat, azaz jól szkriptesíthető, illetve természetesen, bár szerintem ez majdnem minden rendszerben így van, fájkezelő rendszerben így van, hogy parancsot is tudsz indítani, tehát terminált is tudsz indítani, azaz ilyen kis fájkezelő központként tud neked szolgálni ez az eszköz. Miért fontos ez, és miért beszélek ennyit a fájkezelésről, a fájkezelőkről, hiszen terminálba is meg lehet oldani, meg hát akármelyik asztali felületet felrakod, a legtöbbhöz már gyárilag ott van jobb, rosszabb, kevésbé szép, nagyon szép, jól összerakott gagyi, de van hozzá egy fájkezelő, amit gyárilag adnak. Azért beszélek ezekről annyit, mert a fájkezelés az egyik legunalmasabb munka. Nehogy nekem valaki azt mondja, hogy az élete vágya, hogy naponta tömörítsen be egy könyvtárat, mert az olyan izgalmas, vagy más olyan ide-oda. Igaz? Ez egy favágó munka, el kell végezni, hogy rend legyen a gépere, és minden ott legyen meg, vagy olyan, hogy önnek az élete vágya, hogy egy linket készítsen. Hát, gyerekek! Nem ebben szeretném én a életemet eltölteni, hogy elindítok egy kitömörítő programot, betömörítő programot, elindítok egy fájmásoló programot, egy fájdaraboló programot, akkor keresem a terminált, egy másik programot elindítok, hogy legyen termináló, és elindítok egy scriptet. Nem ez az életem vágya, igaz? Nekem az kell, ahogy a Space FM-nél is megtaláltam, és ennél a Krusadernél is megtaláltam, az, hogy minden, majdnem minden fájkezeléssel, kibetömörítéssel, másolgatással, rendezéssel, kereséssel, átnevezéssel egyetembe minden egy helyen, egy központi programba megtalálok. Azaz nem kell többféle programot elindítani, meghívja a programot, ami keres, meghívja azt a programot, ami átnevez, meghívja, ami összehasonlít, azaz egy ilyen kis központi irányító rendszert kapsz ezzel a programmal. Nem kell megijedni, nem bonyolult, át fogjuk nézni. Az első lépés, hogy feltelepíted a Krusadert. Én azért emelem ki, hogy fel kell telepíteni, mert a telepítésnél, hogyha te disztribúciót fölajánl, bármi olyant, amit szeretne vele együtt feltelepíteni, tehát opcionális függőségek, vagy ajánlott program, bárhogy hívjuk ezeket, azokat pakolt fel.
Miért? Mert nyilvánvalóan egy ARJ-t, egy tömörítvényt akkor tud ő kicsomagolni, hogyha ARJ nevű programocska fent van a gépeden, és ez csak egy ilyen kis bejegyzés volt a sok-sok olyan kis programocskához, az ARJ, vagy RAR, vagy akármi, ami számunkra fontos lesz. Tehát amit felajánl a rendszer, az automatikusan tett fel. Lehet, hogy az életedben nem fogsz te mondjuk ARJ-t vagy RAR-t kitömöríteni, ezek példák, tehát akármire gondolhatsz, amit te nem fogsz használni, de azért jobb, hogyha fent vannak a gépeden, mert akkor fog ezt tudni normális funkcionalitással dolgozni, és nem az lesz az első szövege, hogy bocs, de ezt nem tudom kitömöríteni, mert légy szíves feltenni az ARJ nevű programot. Oké? Tehát mindent fel fogunk rakni. A következő lépés természetesen elindítjuk. Akár parancsorból el tudod indítani, vagy akár a start menüből el tudod indítani, vagy akár készíthetsz is például a Tint2-es panelomhoz egy olyan linket, ami ráböksz, aztán elindul. Indítsuk is el. Elindítás után, ezt nem tudom ebben mutatni nektek, hiszen egyértelműen én már ezt megcsináltam, elindítottam, az első elindítás után különböző beállításokat fog tőled kérni. Légy szíves ezt, azt, amazt beállítani. Ezeket meg kell tenni, értelemszerűen olvasd el, hogy mi az, amit ő szeretne itt veled elvégeztetni, és saját döntésed alapján állogass be a programot. Ez nem bonyolult, és későbbiek folyamán is különböző beállító panelokba ezeket meg tudod tenni, de azért kényelmesebb, terünk vissza az előbbi példára, ha felsorolja neked a tömörítvényeket, és hát látod, hogy az ARJ mellett nincs ott, hogy hol van az ARJ kitömörítő programocska, akkor természetesen fogod magad és megadod neki az elérési útját, hogyha éppen nem találta meg. Tehát ilyen egyszerű kis dolgokat meg kell tenni. Egyébként normál esetben, ha telepítéskor te mindent felraksz, és normális disztribúciód van, amihez te már amúgy is felrakosgattad ezeket a dolgokat, kitömörítő egyéb dolgokat, akkor bizony csak egy next, tovább felkiáltású időzéles beállítás lesz alapesetben. Nézzük is meg a program működését. Indítás után az első körben mit látunk, hogy van két panel. Nyilván egy kétpanelos fájlkezelőnél van panel, de vannak fülek is. Azaz tudsz új lapot, új fület hozzáadni. Azaz nem vagy hozzá kötve ahhoz, hogy két panel jobbról balra másolgatsz, vagy vissza, vagy egyéb, hanem füleket is létre tudsz hozni esetleg gyorsabb elérés miatt, bár természetesen a gyorsabb elérést máshogy is meg lehet oldani. A fülekhez a szokásos új lap zárolása, kitűzöm a lapot, aktuális lap megkettőzése, és a szokott dolgok vannak. A következő gondolat, ami nagyon jó, a duplikált lapok bezárása. Ez azt jelenti, hogy ha van nyitva 2-3-4-5 lap a letöltések könyvtárba, vagy a dokumentum könyvtárba, akkor ráböksz erre, és azt mondod, hogy duplikált lapok bezárása, és a duplikátumos lapokat bezárja, nincs 20 darab kinyitva neked, hanem pontosan adott könyvtárba egy-egy lap fog benne lenni. Szuper! Azt hiszem kényelmes. Így már azért az, hogy két panel, és jó lenne, ha több lenne, egy kicsit feloldódott azzal, hogy lapokat, füleket tudsz használni. Nagyon jó! És azokat normálisan tudod kezelni, hiszen nem kell egyesével mondjuk bezárogatni a lapokat, hanem azt mondod, hogy hát bizony az inaktív lapok bezárása, aktuális lap bezárása, vagy hát is tudod erről a részről, erről a panelről, ebbe a panel alá betenni ezt a lapot. Át tudod másolni a jelenlegi lap mozgatása a másik oldalra. Nagyon jó, tehát itt esetleg a letöltések lapocskámat átpiszkáljuk a másik felére, bizony a jelenlegi lap, és akkor rögtön itt látod, bizony az, hogy a letöltések lap megnyitott könyvtárszerkezet itt lesz, és ebből eltűnt. Azaz a lapokat és a két panelt, hogyha ésszel, odafigyeléssel és egy kis rutinnal használod, akkor villámgyorsan tudsz lapozgatni könyvtárak között, és nem kell lépkedni a könyvtárak között, hanem a lapokkal ide-oda lapozgathatsz. Oké. Egy kis kitérő után ugorunk is vissza az ismerkedés elejére. Mi az ismerkedés eleje? Mivel kezdünk egy program megismerését indítás után? Megnézzük a menüt.
Megnézzük a menüt, hogy minden olyan főbb funkciót megismerjünk, ami számunkra valamikor, nem most, valamikor érdekes lehet. Nézzük is meg a file menüben mit találsz. Hát bizony az új szövegfile, új folder, tehát új mappa elkészítése F7. Windows Commander, Total Commanderből ismerős. Itt megtehető új szimbolikus linket, tehát linket készíthetsz. File megjelenítése, szerkesztése, igazából nem túl izgalmas, másolás a másik panelra, mozgatás a másik panelra, nem túl izgalmas, ismerős téma, de itt nagyon-nagyon kulturáltan a Windows, illetve Total Commanderben megszokott F5-F6-os billentyűvel tudod elérni, kényelmes csomagolás. Kicsomagolás, archívum vizsgálata, nagyon jó csomagolás, nézzük meg, most természetesen nem fogunk csomagolni, mivel ugye egy nagyobb könyvtáron, az Alpha Projecten van rajta a kurzor, és azt már be nem akarom csomagolni, mert az holnapig tarthat. Nézzük is meg, az ismertebb csomagolókat felsorolja neked, és tudod ezzel csomagolni. Nem lesz olyan problémát, hogy ARJ, CIP, akármi, kiesbe is tudsz csomagolni, és bizony, hát nincs ilyen csomagoló rész, ha feltelepítetted az ehhez tartozó programokat. Speciális, a szokott speciális dolgokat itt megtalálhatod, tehát több kötetes archívum létrehozása, ez akkor fontos, hogyha a média, amivel te szállítod becsomagolt fájt, az bizony kisebb, mint a csomagolt méret, 2-3-5 darabba szét tudod cincálni, például a floppy lemezen szeretnél valamit vinni, de természetesen bármilyen egyéb megoldást is megtehetsz, akkor, ha a csomagoló eszköz, például a TAR az nem, de mondjuk a CIP vagy a RAR ezt támogatja. A tömörítés mértékének a megadása természetesen maximumra vagy minimumra tudod húzni, egyértelmű, kényelmes jelszó, ha támogatja a csomagoló eszköz a jelszót, akkor megadod és működik, parancsori kapcsolók, hogyha ennél mélyebben szeretnél csomagolás műveletet elvégezni, igazából az a véleményem, hogy ha már itt egyéb parancsori kapcsolókat beszeretnél állítani, akkor természetesen érdemes arra egy scriptet írni, mint hogy itt folyamatosan beírogatni, azaz ki és becsomagoló műveleteket egyértelműen gyorsan és hiba nélkül lefolytat. Azért mondom, hogy egyértelműen gyorsan és hiba nélkül, mert vannak olyan programok, olyan fájkezelők, amiknek hát bizony van csomagoló része, de igazából nem úgy működnek, ahogy kellenének, vagy keveset ismernek, kevés file formátumot ismernek, vagy pedig éppen hát nem csomagolják ki rendesen a fájlokat. Oké, kibecsomagolást megbeszéltük, túl is beszéltük, archívum vizsgálata, ez egy extra, a legtöbb fájlkezelőben ilyesmi nincs, azaz ellenőrzést futtat le a fájlon, hogy a csomagolás, a tömörítvény az ő összehasonlítás tartalom alapján. Nem tudni, mely fájlokat kell összehasonlítani, nyilvánvalóan szerencsétlen nem úgy járt, hogy én nem jelöltem ki semmit, akkor oda megyünk, hogy Laci, és a doksi könyvtárat megnyitom, és a tesztet, összehasonlítom. Nyilvánvalóan kettőt összehasonlítom, nagy meglepi lesz, igaz? Egyforma lesz, összehasonlítás tartalom alapján, és látható, meghívja, és ezt szeretem ebbe, hogy meghív egy másik programot, nem nekem kell tudni, hogy mivel tudsz összehasonlítani egy fájt, egy bináris vagy egy szöveges fájt, és azt használni, hanem meghívja a megfelelő programot, ha az telepítve van. Figyelj rá, ezért mondtam, hogy amit ő szeretne magával felhúzni, azt engedd, az opcionális egyéb függőségeket is, ajánlott függőségeket is tolt fel, és akkor nem lesz gondod, azaz egy komoly összehasonlító programot fog neked adni, természetesen ezt külön is meg lehetne hívni, de hát minek, ha itt meg ott kijelölöm, aztán összehasonlítja, szuper! Ez programozásnál vagy szövegfájloknál nagyon-nagyon kényelmes tud lenni, mondjuk konfigurációs fájloknál, hogy mi változott, vagy mit változtattam meg rajta. Tömeges átnevezés. Tömeges átnevezés a KRENAME-t hívja meg, ami egy külön előadás, külön beszélgetés témája lehet, hiszen a lehető legjobb, jó, mondjuk az 5 legjobb, 3 legjobb átnevezőbe
tömeges átnevezőbe benne van, azaz érdemes ezt átnézni, hogy mit tud. Tehát nem csak úgy tudod átnevezni, hogy ide rákattintasz valamire, és az F2-t, az átnevezést megnyomod, és akkor oda beírod, hanem tömeges, megfelelő módon összeállított, nagyon-nagyon profi átnevező programot meg fog neked hívni. Oké, menjünk is tovább. Ellenőrző összeg létrehozása, ellenőrző összeg ellenőrzése. Hogyha egy fájl integritását szeretnéd biztosítani, azzal, hogy ellenőrizni tud, hogy megváltozott-e, és mondjuk elküldöd másnak ezt a fájlt és az ellenőrző összeget is, akkor bizony ezt meg tudod itt tenni. Meg tudod tenni ezt parancsorban, meg van külön programocska is hozzá, de nyilvánvalóan természetesen kényelmes, rábögsz a fájlra, rábögsz az ellenőrző összeg létrehozására, és aztán boldogan végzed a munkát, anélkül, hogy el kellene menni ebből a programból. Fájl darabolása, fájl egyesítése. Én az az igazság, hogy én Windows alatt mindig a Total Commandert leánykori nevén a Windows Commandert használtam, és ott nagyon kellemes volt abban az időben, amikor egy CD vagy egy floppy lemez, hát 1,4 mega, nem giga, 1,4 megára föl kellett darabolni valamit, akkor a Total Commander, Windows Commander az villámgyorsan megtette, és ezt hiányolom több programba is, bár hát manapság nem annyira érdekes, hiszen már komoly gondot jelentett nekem 4 gigás pendrive-ok beszerzése, azaz fel tudsz darabolni fájlokat különböző méretre, be vannak állítva ilyen aranyos méretek, most 525-ös 1,2 megabájtos lemez, hát nem nagyon szoktunk használni, de bent van. El tudja készíteni, és nagyon-nagyon kényelmes, ha ilyesmire van szükséged. Azaz az összes kibetömörítés, ellenőrző összeg, átnevezés, egyebet már meg tudjuk csinálni egy központi irányítórendszer a Crusader alatt. Szerkesztés, hát bizony itt nem fogok neked különösebben újat mondani. Áthelyezés a vágólapra, másolás a vágólapra, Ctrl-X, Ctrl-C, Ctrl-V, hú, ezt minden program így csinálja. Átnevezés F2, természetesen azt a fájlt nevezi át, ami ki van jelölve, F2, megszokott dolog, törlés F8, megszokott dolog, azért figyeljünk arra, hogy intelligensen nem az F12-re tették az átnevezést, a törlést az F3-ra, hanem meghagyták egy, hát effektív standardként tekinthető Total Commander gyors billentyűzését, és nem lesz újdonság, nem fogod ütni az F8-at, hogy törlés legyen, amikor az F9-hez van hozzátegelve az adott programba, idegesítő tud lenni, tehát az átállás nagyon gyors és kényelmes lesz. A következő, ami nagyon fontos, a kijelölés. Ki tudsz jelölni csoportokat, ki tudsz jelölni egyesével több egymás utáni fájlt rábökögetéssel fájlokat, tehát egészen jól ki tudsz jelölni bármit. Egyetlen egy dologra szeretnék rámutatni, a csoport kijelölése. Nem csak úgy tudsz kijelölni egy csoportot, azaz több azonos vagy hasonló fájlt, hogy te valamire rábökögetsz és kijelölöd, vagy az első és utolsó fájlt kijelölöd, és a Ctrl vagy Shift, vagy attól függéppen mihez van hozzátegelve, kijelölöd egybe, hanem egy kereső funkciószerűséget is meg tudsz tenni, azaz csoport kijelölése. Nagyon egyszerű, ki tudsz jelölni megfelelő formátumokat, tehát könyvtárakat, kép, szöveg, videó, hangfájlokat egyszerre. A könyvtárban az összes hangfájl letöröléséhez például rábögsz, és kijelöli a hangfájlokat, fájl nevet is ki tudsz jelölni. Reguláris expertek, azaz szabványkifejezések, jelölések használatát, ha ismered, itt bizony egész kényelmesen ki tudsz jelölgetni valamit. Tartalmazott szöveg szerint is ki tudsz jelölni valamit, és karakterkódolásra is odafigyeltek, hogy hát bizony vannak furább nyelvek, balti, vagy magyar, vagy kínai, japán, ahol azért a karakterkódolás más, azaz nagyon kényelmesen ki tudsz jelölni egy nagyobb grupból mindent, amit szeretnél, ha ismered ezt a panelt és használod. Plusz, ami nagyon kényelmes, és én elég sokat használok, ha összehozod azt a kereső funkciót,
ami számodra fontos, és be van állítva is, nagyon jól működik, azt jelöli ki, ami neked kell, akkor profilt is el tudsz készíteni. Azaz, későbbiek folyamán is fel tudod használni. Plusz, ugorjunk a másik főre, haladó. Hát azt hiszem, itt bizony engedélyek, dátum, méret szerint összetudod hozni azokat a kereső funkciókat, ami egy baromi nagy könyvtár rengeteg fájljai között kikeresi azokat és kijelöli, ami számodra fontos. Azaz nem csak egy egyszerű rábökölt átmásolom, hanem hogyha megismered a keresési kijelölési funkciót, akkor bizony bonyolultabb elvek szerint össze tudsz hozni különböző profilokat, abban az esetben kényelmesen és gyorsan tudod kijelölni a nagy könyvtárakból azokat a fájlokat, ami számodra fontos. Már az alapfunkció is nagyon kényelmes összeszövegfájl egyszerre való kijelölése és esetleg törlése, vagy egy regexperttel, reguláris kifejezéssel beadott, hogy Joker karakter, tehát a csillag karakter pont NFO, és az NFO kiterjesztésű fájlokat jelölik ki, és azokat tudod mozgatni, másolni, törölni, vagy esetleg tömöríteni. Nagyon professzionális. Lehet látni ezen a krusaderen, hogy olyan készítette, akinek szívügye, azaz nem egy 120. másolata a meglévő fájkezelőknek átirata, és akkor hű, de nagyon jó, egy picit belenyúlok itt, egy picit belenyúlok ott, és lesz 3 panel a 2 helyett, vagy 1 panel helyett 2 panel, értitek? Ő, aki ezt összehozta, tudta, ismerte azokat az igényeket, ami egy rendszergazdának, egy felhasználónak nagyon-nagyon fontos. Szerkesztés, menü, hát bizony, keresés a folderben, hát bizony ez is egy keresőfunkció, összehasonlítási beállítás, azaz két panelt össze tudsz hasonlítani, szuper! Meg tudod adni, hogy mit jelöljön ki. Ez nyilván egy másolás, rendezés funkcionál, archiválási vagy adatmentési funkcionál, nagyon kényelmes. Mindenki, hát bizony, nézze át ezeket a lehetőségeket, és próbálgassa ki. Napi szinten, jó, nem napi szinten, inkább úgy mondom, hogy a heti, havi, féléves vagy éves archiválásoknál ez nálam nagyon-nagyon kényelmes. Első osztályú gondolat. Elfoglalt terület, számítás és a tulajdonságok. A tulajdonságok megadják azokat az információkat, ami neked kell. Alapinformációk egyértelmű, és természetesen itt tudod a jogosultságokat, mint egy fájl, mappa vagy egyébnek a tulajdonságát megváltoztatni. Itt nem ilyen kis x-elős megoldás van, mint például a Space FM-nél, hanem szöveggel. Kezdőnek ez nagyon jó, szöveggel van kírva, hogy a tulajdonos, ez én vagyok, a tartalmat megtekintheti és megváltoztathatja, nincs hozzáférése, letilthatom a saját hozzáférésemet, vagy a tartalom csak megtekinthető. Ez egy picit jobb formátum, mint az, hogyha vannak olyan kis oszlopok, kis be kell pipálni, hogy írási, olvasási, egyéb jogod van, nincs, érted? Itt kényelmesen még egy kezdő is megteheti. Csak a tulajdonos nevezheti át, illetve törölheti a mappába a található elemeket. Egyértelmű a csoport és egyéb beállítás, csoportom, illetve mindenki egyéb beállítás hasonlóképpen történik. Speciális beállítás itt is megteheted, illetve hogyha ezeket a bepipálós megoldásokat szereted, itt is megteheted, illetve természetesen a tényleges RVW és X, illetve mínusz kihúzott jel beállításokat is megteheted. Oké, kényelmes az. Nem kell mindenfajta CH mód, akármiket, Owner, ilyeneket állogatni az embernek, egy kezdőnek, hanem megteheted, itt is tulajdonosi jog, felhasználó, én vagyok, és áttehetem másik csoportba is. És, ami nagyon fontos, a rekurzivitás, azaz a módosítások terjedjenek ki az összes almappára. Nagyon jó, okézzük le. Nézzük is meg szerkesztés, ugrás, fel, vissza, előre, hátra, a szokásos nyilacskákkal,
itt meg tudod tenni az ugrabugrálást, tehát feljebb lépsz, vagy visszalépsz egyet a könyvtár szerkezetbe. Alapkönyvtár, ez is kényelmes, a saját home könyvtáradba be tudsz lépni, az Alt Home gomb segítségével, kényelmes, hogyha éppen máshol vagy. Gyökérkönyvtár, természetesen ez a rendszer gyökérkönyvtárat jelzi. Gyakran látogatott helyek, igencsak kényelmes, rákattintunk, és látható az, hogy felsorol egy csomó olyan könyvtárat, amit a múltban meglátogattam. Itt rá tudsz bökni arra, ami a múltban voltál, és odaugrik. Kényelmes? Mondja nekem valaki azt, hogyha kilép egy könyvtárból, elkolbászol az adott mappából, és hosszabb, tehát több bökögetés kell, irányítgatás kell, hogy oda belépjen, akkor az gyorsabb, mint itt meghívni ezt a panelt, és itt is elérhető ez a panel, és azból kiválasztani, hogy bizony én most a Doksik könyvtárba akarok beugrani, villámgyors, kényelmes, azt hiszem ebből is látni a professzionális összeállítás, ugrás, visszaugrási pontbeállítás ide, ez egy könyvtárat tudsz megadni, ami azt jelenti, hogy egy bázis könyvtár, azt, hogyha megnyomod a Ctrl-J-t, akkor abba a könyvtárba fog beugorni, kényelmes, nem használom, de biztos van, aki szereti. A következő fül természetesen a megjelenítés, a kinézetnek a beállítása, azt hiszem a plusz-minusz nagyítás, kicsinyítés, illetve alapértelmezett nagyítás nem fog senkinek gondot okozni, rövid nézet, részletes nézet beállítása eldönthető, hogy neked melyik a kényelmes, igazából azt használod, amit te szeretnél, én a részleteset szeretem, ennyi. Azt hiszem nem okozhat gondot, rejtett fájlok megjelenítése, az bizony egy kényelmes dolog, hogyha rejtett, azaz a rendszer fájlokat ponttal kezdődő dot file, hogy szépen mondjam, azokat szeretnéd megjelenítetni, bizony azt megteheted, én általában ezt az Alt H funkcióbillentyűhöz, és nem az Alt plusz pötty funkcióbillentyűhöz szoktam hozzátegelni. Összes fájl, egyéni fájlok. Egyéni, azt hiszem nem fog senkinek az egyéni fájl megjelenítés, egyéni könyvtár megjelenítés gondot jelenteni, hiszen a panelt már ismerjük, és csak a könyvtárakat akarom látni. Itt az ebéd, azaz az ebédét fizetett pénz, összeg kiszámolására rendelt kis táblázat, bizony, az most el fog tűnni, mert csak a könyvtárakat szeretném ebbe a panelban megjeleníteni. Nagyon kényelmes, mehetünk is tovább. Előnézet bemutatása, akkor, hogyha vannak előnézeti képek, egyebek, én ezt nem használom, mert lelassíthatja a gépemet, de hát igazából előnézeti képet bizony hozzá tudsz adni, illetve hát generáltatni. Újraolvastathatod a könyvtárat, hasznos funkció. Ha folyamatosan megváltozik a könyvtár, például amiben egy-egy program ír, vagy te másolgatsz egyebet, akkor újraolvastathatod a könyvtárat, és az aktuális helyzet jelenik meg. Beállítások mentése, mint alapértelmezés, ha összeállítod azt a kinézeti szerkezetet, ami neked kényelmes, akkor alapértelmezettként mentheted, és a beállítások alkalmazása a többi lapra, ha több lap van megnyitva, egyet beállítasz úgy, ahogy neked tetszik, és a többi lapra is átmásolódik a beállításod. Kényelmes, hogyha több lapon ugyanazt a nézetet szeretnéd előkeríteni. A következő menüpont számomra az egyik legfontosabb, legkedvesebb, legtöbbet használt menüpontom, felhasználói műveletek, ez nagyon kényelmes dolog, hiszen saját szkriptéket, parancsorokat és funkciókat tudsz beilleszteni a Crusaderbe. Nem a Crusader forráskódjába turkálunk, nem programozni fogunk, hanem akinek van egy minimális szkript vagy parancsori ismerete, ki tudja egészíteni a Crusadert saját funkciókkal. Nézzük is meg, egy picit más kinézettel fog neked megjelenni, hiszen én már ebbe beleírogattam, kipróbálgattam, illetve egy-két hasznosabb, számomra hasznosabb szkriptet összehoztam, saját funkciót. Hogyan tudunk létrehozni egy saját funkciót? Felhasználói műveleteknél első körben egy újat, plusz jel, újat létre tudsz hozni, üres lesz minden mező.
A következő, oppá, importálás. Mit írt ki? Importálni tudsz, azaz vannak már kész olyan eszközök, saját funkciók, amiket más elkészített, és számodra ingyenesen rendelkezésre bocsájtad. A megjelenő honlapra felmész, végignézed, hogy mi tetszik, meg egy kicsit az interneten turkálsz, rengeteg ilyen XML fájlt találsz, ami ehhez való, azt letöltöd és be tudod importálni. Egyszerű. Az exportálás ennek az ellentétes művelete, ha összeállítasz egy nagyon kedves, jó és általad nagyon hasznosnak tartott saját funkciót, és kiexportálod, nem biztos, hogy azért exportálja ki az ember, mert ő szeretné mással megosztani, én azért exportáltam ki ezeket, hogy legyen egy biztonsági másolatom. A következő a vágólapról való kibe másolgatás egyértelmű, és a törlés. Nézzünk is meg, hogyan épül fel egy ilyen funkció. Hogyan kell elkészíteni? Nyilván ráböksz a plusz jelre, kapsz egy üres sablont, amit én már egy kicsit kitöltöttem. Az azonosító, akármilyen azonosítót adhatsz neki, ez a saját azonosítója lesz, bármit, 001 vagy nevet, akármit, ez nem fog sehol neked megjelenni, nem fogsz vele különösebb teendőt végezni. Kategória, kategóriák közül kiválasztod. Ez a funkció, amit én elkészítettem, annyit tesz, hogy megnézi, hogy az adott könyvtárban van-e TXT file, és a TXT file, tehát szövegfájl nevével megegyező könyvtárat hoz létre, automatikusan, majd a szövegfájl nevével megegyező összes ugyanolyan nevű fájlt bemásolja ebbe a könyvtárba. Oké, ez volt a kitérő, hogy tudjátok egyáltalán mit mutogatok. Hát ez bizony a multimédia nem az audiobook közé fog kerülni, hiszen nekem az audiobook, tehát a hanganyagjaim kezelésénél lesz fontos, létrehozom a hangfájlt, ahhoz kap egy leírást, hogy mi a szősz ez, és ezzel a szkripttel, ezzel a megoldással egy könyvtárat létrehozok, és oda bemásoltatom, és akkor rendezetten lesznek meg az azonos nevű hangfájlhoz tartozó eszközeim. Tehát nagyon kényelmes dolog. Oké, kapjon egy nevet, egy címet, amivel meg is fogod találni. Hát bizony én úgy gondoltam, hogy TXT-ből DIR készítéséhez ez megfelelő cím, eszköz, tip, ez akármi egy kis leírás lehet, rövidke leírás, majd egy hosszabb leírás is készítsél el, főleg, hogyha kettőnél több ilyen szkriptet készítesz, hogy utólag tud, hogy mi az. Oké, utána jön egy parancsor. Ez a parancsor egy kicsit más, mint a Space FM-ben van, szerintem ott rendezettebb és jobban átlátható, de teljesen mindegy, van egy parancs CD, ezt mindenki ismeri, lép be a könyvtárba, és jön egy változó. A változókat úgy tudod hozzáadni a parancsorhoz a belső változókat, amiket a Crusader ismer, hogy ide rákattintasz, és kiválasztod azt, amit szeretnél használni. Én ennek örömére, hogy ebbe bele ne írjak, ezt leokézom, és indítok egy üres felhasználói műveletet, hozzáadok. Nézzük meg. Egy saját változót nagyon könnyen tudsz beiktatni a parancsorodba, tehát megmagyarázni például azt, hogy aktuális fájlnévvel légy szíves valamit csinálni, másold át, vagy csinálj vele valamit, tehát egy változó, egy reguláris expert szerűség, egy szabványos kifejezés szerűséget tudsz összehozni, azaz ide rákattintasz, az aktív panelban például az aktuális fájlra így tudsz hivatkozni, hogy százalékjel, a current százalékjel, ennyi, utána akármit, panelfüggetlen művelet, egy panelfüggetlen művelet mi? A másolás, például a másolásnál is egy ilyen reguláris expertekből, belső változókból összerakott gondolat, amit másolni kell, nyilván meg fogjuk neki adni, ops, ugyanúgy adod meg, ahogy te eddig a másolás parancsszerűséget előhoztad, legyen például az aktuális fájt szeretném másolni, és leokézom, és ő be fogja ezt szépen írni, hogy hova legyen másolva az aktív panelba az aktuális fájl neve legyen, leokézod, és mögéje teszek egy másolt
felkiáltást, és akkor már kész is van, azaz az előző példát kitörölöm, másod le azt a fájt, ami az aktuális, ki van jelölve, és mi legyen a neve, az legyen a neve, hogy a fájnév, ami ki van jelölve, és mögéje teszi a másolatot, ez egy ilyen biztonsági másolat készítési gondolat, azaz, hogyha rákattintasz egy fájra, elindítod ezt a műveletet, saját műveletet, csinál neked egy biztonsági másolatot abból a fájlból. Jó ötlet! Jó ötlet, ugye? Hogyha konfigurációs fájlokat piszkálgatunk. Egyetlen egy hibája van ennek a megoldásnak. Mi? Ha ránézel, és van egy kis parancsori gyakorlatod, nem minden parancsornál, nem mindenki szokott ilyesmibe belefutni, de itt egy százalékjel, meg itt van egy százalékjel, kezdő, záró százalékjeleket használ. Ez azért rossz, mert például a date, tehát a dátumot használó parancsor, a date nevű parancsori parancs, az bizony a paramétereit úgy adja meg, hogy százalékjel, és mondjuk D a nap neve, száma, egyéb, attól függ, hogy hogyan használod. Itt bizony ezekkel problémák lehetnek, azaz figyelj arra, hogyha saját parancsokat írogatsz, itt a százalékjelekkel probléma lehet. Nagyon kis szelete a parancsori parancsoknak az a rész, ahol a százalékjelet használja, mint paraméterezési dolgot, de azért előfordulhat pont a date, dátum beillesztő parancs, dátumot kiírható parancsnál futottam én ebbe bele, és elég kellemetlen volt, amire rájöttem, hogy bizony a date százalékjel, akármi paraméterezés ütközik ennek a paraméterezésével. Ez kényelmetlen, de hát most mit tegyünk vele? Meg lehet oldani másképp is. Lényeg az, hogy bizony össze tudsz hozni parancsorokat, meg tudod adni a munkakönyvtárat, hol fusson le. Figyeljetek arra, hogy mindenképp irányítsátok be abba az adott könyvtárba a parancs elvégzését, tehát léptesd be abba a könyvtárba bármilyen módszerrel a script elvégzését, amibe el akarod végeztetni, vagy magyarázd meg szegényemnek, hogy lépjen be a saját könyvtárba, ami ezen a panelba látható, mert különben nagy gubancokat tud tenni. Ezt hogyan oldottam meg? Arra mindenképp figyelj, ha nem adod meg a munkakönyvtárat, mert nem tudod előre. Például egy törlési, vagy felmásolási, vagy tömörítési parancsnál nem tudod előre, hogy melyik munkakönyvtárba kéne annak lefutni, hogy azt pontosan megad, hogy ebben a panelban megnyitott könyvtárba lépjen bele, és ott végezzel a műveletet, azt úgy tudod megadni, mindjárt keresek egy olyat, amiben igen, itt az sorszámozós parancs, amit én naponta használok, besorszámozza a fájlokat egy megfelelő módszerrel, egy scriptet futat, lényegtelen. Tedd eléje mindig, hogy CD a pat. Tehát ezt mindenképp érdemes beirányítani, beléptetni CD-vel az adott panel könyvtárába, hát ez bizony ez a jelzés, hogy százalékjelek között az apat szó, az azt jelenti, hogy már légy szíves abba a könyvtárba bebattyogni, amelyik az adott panelnél van, és ott végezz el azt a munkát, azaz figyelj rá, hogy ez beirányítsd. Oké, eljutottunk ide. A futtatási mód az normál, vagy fusson terminálba. Először természetesen kipróbálás szintjén fusson terminálba. Ha terminálos parancs van, például nekem ebben a scriptben van egy olyan, ahol a terminálba rákérdezhet arra, hogy valóban az összes fájt át szeretnéd nevesíteni, vagy csak az elsőt, vagy egyéb. Teljesen mindegy. Lényeg az, hogy fusson a terminálba, az azt jelenti, hogy megnyit egy terminált, és ő bizony ott kiír minden hiba üzenetet. Azért ellenőrzéskor, próbálgatáskor, teszteléskor ez nagyon jó. Futtatás a beágyazott terminál emulátorba, a saját termináljába fogja lefutatni. Én jobban szeretem az általam, megmutatom később, hogyan lehet ezt beállítani. Terminált hívja meg, mert azt jobban ismerem. És a kimenet eltárolása ki fogja érni neked egy fájlba a kimeneteket, a hibajeleket, hogyha erre szükséged van. Ha már felhasználói beavatkozás vagy ellenőrzés nélkül szeretnéd futtatni, akkor a normálra kattintva
háttérbe fog lefutni. Oké, lokál fájl, illetve távoli fájlok használata, természetesen az adott parancs a helyi fájlokat használja majd. Egyértelmű gyors billentyűt beállíthatsz, amit te szeretnél. Én például ehhez a sorszámozáshoz az F3-at szeretném hozzárendelni, illetve ki be tudod kapcsolni a parancsodat, ha szeretnéd kikapcsolni, akkor csak ráböksz ide, és rögtön inaktív lesz. A művelet csak a következő számára érhető el, protokoll, útvonal, mimetípus, fájnév egyértelmű. Be tudod például állítani azt, hogy a mimetípus vagy a fájnév mi legyen, úgy hozzáadódjuk, és csak a TXT fájlokat vegyen figyelembe, ott jelenjen meg, hát bizony ez nagyon hasznos dolog, akkor, ha bizonyos mimetípusonál, például videófájloknál, vagy fájneveknél, konkrét fájneveknél szeretnéd ezt a műveletet elvégezni. Minden programhívás külön-külön való megerősítése, ez azt jelenti, hogy mindenre engedélyt fog kérni, ha újabb programrészt hisz meg, akkor is le kell jesszelni, engedélyeztetni a lépéseket. Nyilvánvalóan ez nem kívánatos a kész, bejáratot és működőképes szkriptembe. Nyilvánvalóan, hogyha olyan, akkor én beiktatok a szkriptbe egy ilyen ciklust, hogy hát kérdezzem meg, hogy ezt szeretném-e vagy nem. Ezt nem szoktam használni, és van lehetőséged más felhasználóként futtatni egy-egy szkriptet, vagy hát legalábbis ezt a funkciót. Gyakorlatilag én ezt nem használom. Azaz haladó tulajdonságokat is be tudsz állogatni. Én gyakorlatilag azt javaslom mindenkinek, hogy ezt egy picit gyűrje, nézze át, illetve a honlapon rá is kattintok, elég hosszadalmas, elég érthető leírás van minden funkcióhoz, tehát meghívható belső paraméterhez, de itt akár futtathatsz egy sima parancsori hosszabb szkriptet, vagy hosszabb parancsort, semmi akadálya nincs, de érdemes használni ezeket a belső változókat. Oké, és bezárom. Ha változtattam rajta, akkor hát bizony megkérdezi, hogy változtatni akarok-e. Igen, és ennyi, és ki tudod választani az adott parancsot. Én leszeretnék töröltetni valamit, akkor bizony shred parancsot hívom meg, és le fogja törölni azt, ami be van jelölve. File, shred, és le is törölte. Ez egy végleges törlési parancs, hát bizony azért érdemes erre is készítetni egy szkriptet, hogy a shred nevű végleges törlési eszközt nekem parancsorból meghívni, meganni a paramétert, hogy mit töröljön meg. Egyéb így elérhető funkcióként kiegészítettem, azaz egész jól kiegészíthető, egész jól elmagyarázható neki, hogy mit szeretnénk eszközök. Keresés, fájkeresés, nagyon jó keresés funkciót elindítom, keresse meg a könyvtárakat, és keresés, és kilistázza az itt lévő összes könyvtárat, nem túl izgi, de ami másik, és nagyon-nagyon-nagyon izgalmas dolog, listába való felvétel, rákattintok, és a keresés eredménye kettő listába be fogja ő rakni az eredményeket, és leokézod, és látod, a panel megváltozott. Egy virtuális panelt hozott létre számodra virtuális fájlrendszerben, a keresés eredménye kettő. Át lehetett volna írni valami értelmes névre, de nem akartam. Ebből látod, hogy megkaptad a keresés eredményét, mondjuk az összes old végű fájt megkerestetted, mert beállítottad, hogy csillagpont old, és megkerestetted, vele be tudod tenni egy panelba, és a panelban már ugyanolyan fájműveleteket el tudsz vele végezni, másolni tudod, mozgatni tudod, törölni tudod, mindegy normál panelban lévő könyvtárral, azaz teszem azt az old, tehát a régi fájlokat összeszedeted vele, bekeríted, beirányítod egy keresés eredménye, akárhány számmal ellátott kis virtuális könyvtárba, megjelenik egy könyvtárba, rányomod, hogy Ctrl-A és Del, és kitöröd az összes olyan fájt. Ennyi. Ugyanígy a keresés
Az eszközök között a keresés nem csak ennyit tud, azt hiszem ismeritek már nagyjából ezt a panelt, van egy haladó része, itt be tudsz bármit állítani, ismerős a panel, azt hiszem a kijelölés egyéb funkcióknál, és én ezt gyorsan be is csukom, mert nyilvánvalóan most rákeresem az összes könyvtárra, nehogy véletlenül rányomjak valami hülyeséget, aztán törlődjön. Oké, fájkeresés, van egyszerűbb is, igaz? Egy egyszerű fájkereső eszközt is kaptál, itt nincs annyi lehetőség, használd azt, amit te szeretnél, ez egy egyszerűbb megoldás, én az előbbit szeretem. Eszközök, milyen eszközöket szinkronizálhatsz? Könyvtárakat, nyilvánvalóan itt is a megszokott szinkronizáló eszközt hívja meg. Nagyon jó, van egy egyszerű szinkronizáló megoldásod, van egy általános beállítási lehetőséged, ahol különböző dolgokat megadhatsz, és van egy haladó, azt hiszem ez már ismert kis beállítási panel, azaz könyvtárak szinkronizálása adatmentésekhez, másolatok készítéséhez nagyon kényelmes, nem kell kilépni. Szinkronizáló eszközt érdemes használni, vagy egyszerűen csak az összehasonlítást szeretnéd megtenni két könyvtár között, bejelölteted vele azt, hogy újabb fájlok egyikbe, másikba meglévő fájlok, könyvtárak kerüljenek kiemelésre. Nagyon-nagyon kényelmes eszköz, ha ilyen igényed van. Csatoláskezelő, föl, illetve lecsatolni tudsz különböző Winchestereket, pendrive-okat, akármi, igazából nem túl izgalmas dolog, a legtöbb fájlkezelő csatolni tud. Lemezhasználat, kijelző, hát bizony kijelzi az adott lemezkönyvtár használatát, hol mennyi és milyen százalékban vannak a könyvtárak, igazából érdekes, akkor jobb, hogyha ki szeretnéd deríteni, hogy melyik fáj vagy könyvtár zabálja fel a tárhelyedet. Nagyon professzionális, gondoltak erre. Új kapcsolat, nyilvánvalóan tudsz FTP, illetve WebDAV, tehát internetes tárhely elérést is felcsatolni. Egy FTP szervert szoktam felcsatolgatni, ahova én a fájlokat mentem, nyilvánvalóan ez azért üres, hogy hát nehogy már itt te lásd a jelszavamat, meg a felhasználói nevet, meg a gépnevet, de hát fel tudsz csatolni ilyesmit is. S osztályú. Lekapcsolódás a hálózatról, ha hálózatra vagy kapcsolódva az eszközzel, le tudsz kapcsolódni, ezt mindenképp tegyétek meg, jó, hogyha éppen nem szükséges az, hogy egy hálózathoz csatlakozzál, akkor kapcsolódj le már, nehogy valami balhé legyen, terminál indítása innét, abban a könyvtárban, ami számunkra azt jelenti, hogyha én egy funkciót, vagy egy parancsot, egy scriptet, vagy akármit ebben a könyvtárban szeretnék végrehajtatni, mondjuk egy törlési komolyabb parancsort, akkor természetesen meghívja, és abban a könyvtárban fogja elvégezni. Nagyon jó dolog, mert nem valahol a főkönyvtáramba vagy a home könyvtáramba indul el a script, nem kellek beléptetni mondjuk a dokumentum könyvtárba, hanem helyben meghívja, na hát azt hiszem egyértelmű, eszközök, még mi van itt? Krusade, indítás a rendszergazdai módban. Rákattintasz, megadod a jelszavadat, én megadom a jelszavamat, látható, hogy nem látható, és oké. Egyetlen egy hibát, kritikát, egyebet szeretnék megfogalmazni ezzel kapcsolatban, az, hogy nagyon szépen kírja, hogy rendszergazdai jogú. De jobban szeretném, ildomosabbnak tartanám, és haladóbbnak a mai világban, hogy legalább ez piros legyen. Vagy majd kiveri az ember szemét, hogy emelt joggal dolgozik, de hát ez van. Oké, egy pillanatig maradjunk itt is, alapbeállításban, mivel a rendszergazdai módot én nem változtattam meg, tehát rendszergazdaként nem állítottam ezen semmit, hiszen ritkán használom külön rendszergazdai módban. Az eszközt látható, hogy alul van egy kis gomb sor, amivel rákattintással is előhívhatod az adott funkciót. Professzionális, kényelmes, engem zavar, de sokan szeretik ezt a megoldást, illetve hát valljuk be,
ez az adott alapbeállítása az eszköznek. Itt lehet látni, hogy felhasználói műveletek, bizony az alapbeállításos műveletek vannak, amiket én nem töröltem meg, nem igazán szeretem azt, hogy rendszergazdai módot nagyon össze-vissza állogatom. Szóval ilyen az alap kinézete az eszköznek. A következő gondolat természetesen mi? A kuka ürítése, a kukákat ki tudod üríteni, ne kérdezz meg állandóan, felkiáltással beixeltem, már kezd idegesíteni, és a kiüríti az összes trest, kukát, ami neki éppen elérhető. A következő gondolat az ablakok beállítása, új lap, lapzárolása, aktuális lap megkettőzése. Látható, beszéltem arról az elején egy kis kiugrásként, hogy bizony létre tudsz hozni ilyen ablaklapokat, lapozgathatsz a kettő között, és rákattintva jobb egérgombbal bizony egy kicsit bővebb lehetőségeket kapsz nyitásra, zárásra, csukásra és rendszerezésére. Ablakok. Ezeket megbeszéltük előző-következő lap, hát igazából nem tudom miért, de gyors billentyűvel is elérheted az előző vagy a következő lapokat, hát nekem mind egerészőnek bizony könnyebb így kattogtatni, mint megkeresni a Szent Isten melyik gyors billentyűhöz tegeltem hozzá. Profilok. Létre tudsz hozni profilokat, azaz hogyan nézzen ki, mit tudjon, milyen beállítás legyen. Profilokat létre tudsz hozni, én általában, én nem szoktam profilokat létrehozni, de hogyha valaki nagyon sok különböző beállítás, bonyolultabb beállítással használja a Crusadert, annak érdemes egy profilt összedobni, és akkor csak a profilok között kell váltogatni a gomb segítségével. Ablakok, profilok, panelok felcserélése, jobbat balra felcseréli, hát ezt meg ezt összecseréle, hát nem egy nagyon izgalmas. Oldalak felcserélése, függőleges mód, hát nem tudom ki használja, így engem iszonyatosan zavar, és így néz ki. Tehát alul, felül, nem jobbra, balra vannak a panelok, mindenki úgy használja, ahogy szeretné. Még mi van itt? Pozíció mentése, illetve terminál indítása, teljes méretű terminál indítása. A következő feladat, következő gondolat, amit meg kellene ismerni, a beállítások. Na hát itt sok-sok mindent be tudsz állítani. Szeretnéd a toolbarokat, tehát az eszköztárokat megjelenítetni. Mit szeretnél megjelenítetni? Én azt mondom, hogy 1, 2 és 3. Mind a 3-at x-elt be az elején, nem tudom mi az alapbeállítás, azért mondom, hogy legyen beállítva, hogy megismerd legalább a felületet. Állapotsor kell, nem kell. Én úgy gondolom, hogy hát ez az állapotsor, ha kell, kell, ha nem kell, nem kell. Funkciósor megjelenítése, mi ez, ez amit az előbb megnéztünk, a terminál indítása, na, egy ilyen beágyazott terminált kapsz. Látod, egy terminált tudsz használni, engem éppen már nem nagyon hat, meg saját magam szoktam elindítani a kedvenc terminálomat, és nem ezt használom. Na hát, ízlések és pofonok. Parancsor megjelenítése, hát még egy parancsort meg tudsz jelenítetni, tehát itt te is be tudod vinni a parancsaidat. A kettő együttes használata szerintem fölösleges, de maradjunk annyiba, hogy van lehetőséged, illetve a parancsornál, ahogy az előbb felvillantottam, ezeket a belső változókat is tudod használni, nyilván a terminálba már nem annyira egyszerű ennek a használata. A következő, a command, elindít, elrejt, elkülönít standard és hiba kimenet megjelenítése, tehát a parancsoknak, amiket én készítettem, azokat a hibajeleket, egyebeket, hogyan kezelje a kírásokat, hogyan kezelje, ezeket tudod beállítani, ízlés dolga. És ami nagyon fontos, beállításnál meg tudod adni a munkafolyamatoknak a tárolása, illetve vég ilyen listázása a munkafolyamatoknak, azaz, hogyha másolsz sokat egymás után, akkor meg tudod adni a rendszernek az, hogy először egyiket másolja, másikat, harmadikat, a munkafolyamatokat egymás utániságba rakja be.
másolásnál megjelenik, vagy mozgatásnál megjelenik egy olyan, hogy azonnal akár el akarod végezni, vagy F2-vel a sorba tudod tenni. Másolásnál, mozgatásnál ez hasznos, hiszen nem egyszerre másol több könyvtárat, ami lassítja a rendszert, hanem egymás után. Munkafolyamatoknál nagyon jó. A konfiguráljuk be a gyors billentyűket, tehát erre nem akarok szót vesztegedni, úgy állítod be, ahogy akarod. Sémák kezelése. Szeretnél sémákat összerakni, azaz egyszer így használod a gyors billentyűt, egyszer úgy használod a gyors billentyűket, sémák szerint összerakosgathatod. Én általában úgy használom, hogy beállítom a megfelelő gyors billentyűt. Figyeljük meg, van másodlagos is, és van globális is. Azaz nagyon szépen 2, 3, 4 gyors billentyűt hozzá tudsz valamihez rendelni, azért ne felejtsd el leokézni. Ez egy eléggé favágó munka, úgy átnézd, hogy milyen műveletek vannak, és ahhoz milyen gyors billentyűt rendeltek, és azt is, hogy te mire változtatod. Érdemes nem túl nagyon bonyolítani ezt a dolgot. Lényeg, eszköztárak, az eszköztárakat beállíthatod a szokásos módszerrel. Elég szépen össze tudod rakni az ikonsort az eszköztárakat, mind a hármat meg tudod változtatni, és hogyha már szétturkáltad, akkor az alapértelmezésre rákattintva visszaállíthatod az alapértelmezett eszköztárat. Beállításoknál is van a Crusader beállítása, ez egy nagyon-nagyon fontos, és mindenképp menj végig legalább kétszer, hogy tudd, hogy mit tudsz beállítani, és megismerd azokat a lehetőségeket, amivel beállítasz valamit. Az indítás legutolsó munkafolyamat, indítási profil, nyitókép megjelenítés, egy példányos mód, és ennyi. A panelok beállítását, megjelenítő nyomógomb kijelölési média elrendezés, magad lépkedj végig. Kijelölési mód. Mivel kijelölünk dolgokat, érdemes összeszedni, hogy Total Commander mód, Ergonom mód, egyedi kijelölési mód, Crusader mód, Conqueror mód, ami ott megszokott volt, azt tudod beállítani, és ezzel te még rá is tudsz finomítani, hogy az insert, az ins, billentyű az lefele léptessen a kijelölésnél, vagy ne léptessen semmit. A lemezfoglalás számítása szóközbillentyűre, tehát hogyha kijelöltél valamit és rátenyerelsz a szóközbillentyűre a space-re, akkor kírja, hogy mennyi az összesnek a mérete, tehát nagyon jól be tudod állogatni, de jelzem, ez egy favágó munka, egy olyan, amit sokszor vissza kell menni, sokszor át kell gondolni, hogy olyan legyen, de érdemes megtenni, hogy olyan legyen a beállítás, ami neked éppen kézre áll. Ilyesmi, hogy megjelenített panel, eszköztár, gombok, egyenlőségjel, feljel, saját könyvtárjel, az megjelenjen-e a panelban? Kell, nem kell, ilyesmi, érthető. Azt hiszem, érthető. A színek, na hát erre én igazából nem szeretnék nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy állítod be, ahogy akarod. Import és export, nagyon frankó. Pár színsémát lehet találni az interneten, engem igazából nem hatott meg, hogy a színséma beállítási sémák milyenek, én magam szeretem beállogatni, de le tudsz tölteni, és meg tudod nézni, hogy az a színséma megfelele neked, egy kicsit belenyúlsz a kiválasztott, kijelölt egyéb színek milyenek legyenek, ahogy szeretnéd beállítani. És hogyha megtalálod a neked ideálisat, én megtaláltam az alapbeállítást, mint ideálisat, akkor a színsémát ki is tudod exportálni általános. Na hát erre mindenképp figyelj, figyelmeztetés kilépéskor, meg hogyha lezárod a panelt, lezárd a programot, mi legyen, hol legyen a temp folder, a munka könyvtára. Erre nagyon figyelj, hogyha egy 30-as, 60-as gigás rendszered van, mármint úgy értem, hogy akkor a SSD kártya esetleg, tehát kisebb a rendszer partíciód,
Azért jó lenne, hogyha a temp fájlokat nem csak itt, hanem egyéb programoknál is átirányítanád máshova, mert eléggé meg tudnak ezek növekedni, és lefagyaszthatják a képeret, ha egy kisebb Winchesteren, SSD kártyán, vagy akármin van, és teleszemeteli a program, vagy programok, mert másnál is van ilyen, hogy a temp fájlokat átirányítom máshova. Törlési mód egyértelmű, töröld, vagy áthelyezd a szemetesbe, azt használd, amit akarod. Terminál, jó lenne, hogyha azt a terminált használnád, ami számodra megfelelő, mert az jobban kézre áll. Azaz azt a terminált hívná meg, amit te szeretsz, nem az alapbeállítását. Egyértelmű, haladó beállítás. Haladó beállítás a fájlrendszerek automatikus csatolása, tehát azok a fájlrendszerek, amik a automatikusan induláskor nincsenek felcsatolva, itt meg tudod adni, hogy azokat legyen szíves csatolgatni. Megerősítés kérése. Mikor kérjen megerősítést? Van, akit őrületbe tud kergetni, hogyha egy fáj áthelyezésnél, tehát egy másolásnál, vagy mozgatásnál rákérdez, hogy te valóban akarod, vagy fáj törlésénél rákérdez, hogy valóban akarod, vagy nem. Beállítod úgy, ahogy szeretnéd, ikon, gyorsítótár mérete kilobájtban, mivel én nem használok előtte jellemzően ikonokat, tehát kevés ikon beállításom van, gyakorlatilag ez elegendő, illetve az Update DB paramétereit megadhatod. Az archívumoknál be tudod állítani ezeket a paramétereket, ezeket a lehetőségeket, azt használd, ami neked kézre áll. Én úgy gondolom, hogy archívum ellenőrzés, csomagolás, utáncsomagolás előtt, hát magad tudod eldönteni, vagy mappaként jelenjen meg egy megnyitott archívum, vagy ne úgy jelenjen meg egy megnyitott archívum, hát ezt nem tudom eldönteni neked mi jó. Függőségek! Ezeket a programokat érdemes mindenképp feltenni és megadni az elérési útvonalát. Automatikusan megtalálja, hogy ha te elindítod és a szabvány útvonalon van, nincs vele teendő. Csomagolók, a csomagolókat, azaz a tömörítőket pakolt fel, az összeset. Ami olyan, hogy fáj csomagoló, azt tedd fel és meg fogja találni. Én nagyon-nagyon-nagyon biztos vagyok benne, hogy az életben ACE csomagolót nem fogom használni. Miért? Mert nem szerettem. RAR, CIP, ARI, TAR, GZ, akármi, az megy, de ACE, ez valahol az őskorból megmarad, biztos jó, biztos szép, de tedd fel, mert kapsz egy ilyen ACE kiterjesztésű tömörítvény, akkor már nehogy akkor kelljen felrakoskodni. Azaz fel kell rakni az összeset, és meg fogja automatikusan találni. Ha véletlenül nem, akkor megadod az elérési utat, és kész. Ellenőrző összeg számítás. Ez is az, hogy az ellenőrző összeg számító összes programot általában fönt is vannak. Pakolt föl, megtalálja, nem lesz vele gondod. Felhasználói műveletek, ez bizony információ. Itt tudja konfigurálni a felhasználói műveletekhez tartozó beállításokat, és na hát itt is ugyanazt meg tudod tenni, amit az előbb megmutattam. Terminál a felhasználói műveletekhez, hogy te melyik terminált szeretnéd elindítatni a felhasználói műveleteknél, azt te döntöd el, és azt hogyan paraméterezed fel, azt is te döntöd el. Én azt mondom, ha nem tudod, hogy ezt hogyan kell beállítani, tudod mi a legjobb? Alapbeállítás. A kimenetek kiírása, tehát a hibajelek kiírása a felhasználói műveleteknél, mekkora betűkkel, és hogyan jelenjenek meg, hát én ebben nem szeretnék foglalkozni, gyakorlatilag jó, ahogy van. Protokollokat be tudod állítani, ezekhez én nem szoktam nyúlni, én hagyom ezt úgy, ahogy van, és akkor abból hiba nem lehet, hogyha valamik fájhoz, vagy valami eseményhez, teendőhöz, protokollokat akarsz rendelni, akkor természetesen meg tudod tenni. Én inkább írok egy scriptet, aztán kényelmesebb. Oké, nézzük is meg, mit kaptunk. Itt megkaptuk azokat a panelokat, azokat az ikonsorokat, amiket beállítottuk. Az első, az a fő panel, nagyítás, kicsinyítés, kapcsolás, profilváltoztatás,
ugorj már a kukahoz, kuka megnyitás, illetve ürítése funkciót éred el, illetve azokat a funkciókat éred el, amik számodra fontosak voltak, beállítottad. Itt sorolja fel a másolási, tömörítési, egyéb műveleteket, ha egy csomót elindítasz egymás után, és a jobokat, a munkafolyamatokat, a parancsokat itt fogja felsorolni, ha van több is. Egyértelmű, le tudod állítani és újra elindítani, tehát egész szépen megoldható. Itt pedig látod a fő panelodat, szeretnél másolgatni, hát azért én azért fölmegyek, az előző könyvtárba, a Laci könyvtárba, oké. És keresek egy neutrális könyvtárat, mondjuk a dokumentumok, és itt fogok mozgatni, bemutatni. Ha valamit át szeretném másolni, megfogod, és idehúzod, áthelyezheted, átmozgathatod, ha a shift gombot, vagy ezt a menü választod. Másolhatod is, akkor a Ctrl gombot lenyomva mozgatod, hivatkozást is létrehozhatsz, tehát egy linket is létrehozhatsz, vagy meggondolod az egészet. Ennyi. Tehát fogod, áthelyezed oda, és akkor áthelyeződik, visszateszed ide, akkor másolod, aztán másolatban van meg egyszerű F5, F6-tal meg tudod tenni ugyanezeket, azaz a fájl műveletek nagyon kényelmesek. Következő gondolat, mi? Hát bizony nézzük meg a jobb menüben, mi van megnyitás, megnyitás új lapon, megnyitás ezzel, tehát meg tudsz nyitni egy fájlt, mondjuk az alapértelmezett programmal, és az összes hozzárendelt programot is végig tudod játszani, nyilvánvalóan, hogyha valami hozzá van rendelve, akkor ki tudod választani, mint ahogy egyéb fájlkezelőbe, egyébre kattintva kiválaszthatsz egy plusz, egyéb programot is, nem egy nagy dolog, igaz? Új elem létrehozása, új foldert, mappát hozhatsz, illetve új szövegfájlt, felhasználói műveleteket innéd is tudod indítani, profi mi? Innéd is tudod indítani, bár az ikonsorra is ki tudod rakni, ha van neki ilyen ikonja, már érdemes akkor ikont hozzáadni a felhasználói műveletekhez. Kényelmes? Persze, hogy kényelmes, hiszen nem kell oda felmenni, vagy nem kell gyors billentyűt keresgélni. A következő gondolat átnevezés, ismert dolog, másolás másik panelba, mozgatás másik panelba, egyszerű átnevezés, F2, F5, F6, ezt mindenki ismeri, áthelyezése a szemetesbe, illetve törlés, linkkezelés, új szimbolikus link és kemény link létrehozható, kijelölt fájlok szinkronizálása, egyértelmű egy szinkronizálási műveletet tudsz véghez vinni, áthelyezés vágólapra, másolás, illetve beillesztés vágólapról, a fájlt tudod vágólapra rakosgatni, illetve a tulajdonság panel tudod előhozni. A következő, nézzük meg ezeket a felső jeleket, mit jelölnek. Itt tudod a tegnap, illetve ma, illetve tegnap módosított fájlokat előkeresni, keresni tudsz könyvtárakba, eszközöket, azaz Winchesterre, floppy lemezre, USB eszközre tudsz rálépni, és azt a Winchestert nyitod meg. Tehát így is oda tudsz ugorni, eszközök és a cserélhető eszközökre figyelj, külön kategóriában vannak, kényelmes. Itt egy elérési utat be tud gépelni, hogyha éppen olyan ingered van, és le tudod okézni. Nézzük is meg, home, és föl is ajánlja a kitölthető, általa elgondolt könyvtárakat, azaz, ha beírod a Home könyvtárat, és mivel egy felhasználós a gép, azaz én vagyok egyedül, fölajánlja, hogy Laci, rákattintasz, és oda ugrasz. A fő könyvtárba tudsz léptetni ezzel, a saját könyvtáradba tudsz léptetni ezzel, ez pedig az előzőleg meglátogatott könyvtárakat sorolja föl, és könyvjelzők, tudsz könyvjelzőket készíteni, azaz egy könyvtárat, amit sokat használsz, könyvjelzőzni tudod. Szemetestől, illetve helyi hálózatba, virtuális rendszerbe ugorhatsz. Ez nagyon kényelmes, ha összehozol magadnak egy olyan saját könyvtár könyvjelzés, amit már sokszor használsz, például a dokumentum könyvtárak, a videók, a zenefájlokat tartalmazó letöltések, vagy esetleg amit én meg fogok tenni,
Mindjárt meg is mutatom, hogy mit fogok megtenni, mivel Openboxot használok, be fogom könyvjelzőzni a config Openbox, hát most éppen görgetem, de ha ide szépen beírnám, hogy o Openbox, és odaugrok, és le is könyvjelzőzöm, könyvjelző felvétele, és oké. Okay. És már a könyvjelzőzni könnyű lesz, hiszen odaugrok, és ott leszek. Nézzük is meg, hogy ez működik-e. Itt is, Openbox, és odaugrott. Szuper! Azaz ennyit tud. Körülbelül ennyit gondoltam elmondani. Jó hosszú lett. Jó hosszú lett. Nem ilyen hosszúra számítottam, de nekem nagyon fontos, hogy A-tól Z-ig a főbb részeket megismert. Szállj rá időt, hogy végigmenj. Na, foglaljuk össze. Kétpanelos, vannak fülek, lapok, akárhogy hívod, nagyon kényelmes. Programozható, minden olyan fájműveletet tud, amit úgy értelemszerűen el tudsz képzelni, tehát kitömörít, betömörít, darabol fájlokat, könyvtárokat, ha azt szeretnéd, tudsz átnevezni. Van egy egyszerű F2-vel előbányázható fájlátnevező, rákattintasz, beírod az új nevet, aztán örülsz neki. És van egy bonyolultabb, összetetem, nagyon-nagyon-nagyon sokat tudó, nem a saját része, de ő meghívja a KRENAME, a KDE-nek az átnevező eszközét, igen sokat tudó eszköz, van összehasonlító is egyéb. Plusz, persze, hogyha valamit nem találsz meg, azt magadnak idézőjelben le is programozhatod. A beállításai nagyon jók, több funkcióbillentyűt rendelhetsz egy művelethez, azaz, hogyha te megszoktál egy bizonyos rendszert, hogy hol vannak a funkcióbillentyűk, F7-re kapsz új könyvtárat, F9-re megjelenik a terminál, akkor azt szépen te be tudod állítani úgy, ahogy neked kell. Nagyon-nagyon szépen programozható, nagyon-nagyon szépen személyre szabható, akár technikai, akár használati szempontból. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok, és jó Crusader használatot mindenkinek, sziasztok!